Köszöntöm nézőinket, Önök a Közéleti Magazint látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mit kínálunk a következő percekben. Második nemzetközi kadét kupa, kiemelkedő eredmények a magyar csapatoktól. Klíma platform ötleteket és gyakorlatokat várnak a megvalósításhoz. De bántsuk a szarvas félék kicsinyeit. Versmondó verseny a Szent Ágota a gyermekvédelmi szolgáltatónál. Balaton akaratja adott otthont a második nemzetközi kadét kupának és a hatodik országos haditorna versenydöntőjének. Előbb mint 11 külföldi versenyzőkből is álló négy fős csapatok mérték össze erejüket, míg az országos döntőben 22 osztag küzdött meg a trófeákért. Az Ausztria, Szerbia, Lengyelország, Csehország és Románia legjobbjait felvonultató versenyen az egyik magyar csapat a második helyet szerezte meg, a másik pedig a hetedik helyen végzett. Juhász Gábor, a Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre Technikum és kollégium igazgatója elmondta, a Honvéd Kadét program képzés rendszerében több versenyszámban is összemérik tudásukat a diákok. Örömmel tölti el, hogy egyedüli iskolaként két tanuló is képviseltette magát az országos válogatón. Maga a Honvéd Kadét program, amiben az iskola részt vesz, az 5 éve indult. Két iskolában indult el az országban, ez az egyik iskolája ennek a kadét programnak, a másik a budapesti Tánkároly volt. Tehát az Adiban a Honvéd Kadét képzés 5. éve zajlik, mind a 4 évfolyamban vannak kadét tanulók. A két fiú, aki fiatalember, férfi, aki a nemzetközi versenyen is részt vett, az nagyon komoly múlttal bír a Honvédelmi Sportszövetség által rendezett versenyek tekintetében. Ezek a versenyek, ezek minden évben kötelező elemei a Honvéd Kadét képzésnek, és a Honvéd Kadét képzésben résztvevő iskolák diákjai számára vannak elsősorban kírva. Ezek a versenyek, ezek akadálypálya versenyektől, fegyveres váltófutásokig, járőversenyekig, e-sport versenyekig, nagyon sok minden területen megjelennek. Ez a két fiatalember ezeknek szinte mindegyikében nagyon jó eredmények képviseltette magát. A jó eredmény alatt értem azt, hogy az országos első 1-2-3-ban voltak az elmúlt két év megmérettetései során. Nagyon-nagyon büszke vagyok a fiúkra, mert magában az országos válogatottban nem volt másik olyan iskola, onnan két tanuló is képviseltette volna magát a képzést. Ez a két fiatalember ez nagyon komoly eredményeket tett már le az asztalra. Egyikük például évfolyam első évek óta a képzésben, és ő végzősként is volt most itt az imént jelen. Gyakorlatilag ők a felsőoktatás irányába, ők a Nemzeti Közszolgálati Egyetem irányába kacsingatnak mindannyian, és nem is kis eséllyel, azt kell mondjam. Ők elkötelezettek. A kadét képzésben jelentkező tanulóknak a nagyon nagy része az a honvédelem irányában elkötelezett, és igazándiból ő katona, vagy a katonai pályával kapcsolatos jövőt képzel el magának. Jákob Kristóf, a második nemzetközi kadétkupa csapatban második helyet elért versenyzője elmondta, milyen feladatokat kellett teljesíteni a megmérettetés során. Ez egy háromnapos verseny volt, a hétfői napon volt egy ilyen felkészülés igazándiból, meg gyakorlás ott a helyszínen, végig tudtuk próbálni az összes akadályt, illetve minden versenyszámot meg tudtunk nézni, hogy majd milyen taktikával álljunk oda az éles versenyre. A keddi napon 3, azt hiszem, vagy 4 versenyszám került megrendezésre. Ezen a versenyen rajtunk kívül azt hiszem 5 nemzet indult, mindenki két csapattal, és így az én csapatom, az egyes számú csapat második helyen végzett a szerbek után. Az utolsó versenyszám a szerdai napon döntött el a helyezésünket, ugyanis akkor még holt versenyben álltunk az első helyen, a szerbekkel, csak sajnos az egyik csapattársunk nem tudott ott lenni az utolsó versenyszámon, így a futásos feladatba az egyik emberünknek kétszer kellett menni. Majd arról mesélt, hogy milyen akadályokkal, feladatokkal találkoztak a verseny során. Találkoztunk lézeres, lövészettel egybekötött futásos feladattal, tehát ez azt jelenti, hogy 400 métert kellett futni, utána álló tüzelési testhelyzetből kellett lőni 5 célra, 7 lövésünk volt rá. Amennyi cél nem lett eltalálva, annyi büntetőkört kellett futni mögöttünk, egy ilyen kordonos részem. Ezután megint 400 méter futás, térdelő tüzelési testhelyzet, megint futás és fekve is kellett lőni. Akkor volt egy akadálypálya, ami ugye futásból, meg rengeteg akadályból állt, illetve volt egészségügyi feladat, egy nagyon jól megrendezett szobában, ahol füst volt, fényhatások,
robbanás hangok, meg mindenféle effekt. Ott kellett az adott kihúzott tételt, feladatot ellátni megfelelően. Voltak olyan akadályok, amelyiknél számított az, hogy az adott társunk, akivel megyünk az akadályon, egyszerre összhangban mozogjunk, akkor tudtuk minél hatékonyabban, gyorsabban meg végrehajtani azt az adott akadályt. Keő Balázs, a második nemzetközi kadétkupa csapatban 7. helyet elért versenyzője elmondta, hogyan zajlott a felkészülésük a versenyre. Hát maga a verseny az úgy kezdődött, hogy egy felkészítőre utaztunk föl Budapestre, ahol egy teljesen idegen emberekből összeállított két csapat volt, és hát az volt úgymond egy ilyen összeszoktatás is, illetve egy kiválasztás magára a versenyre. Gyakoroltuk a versenyre a Matrix futást, ami egy labirintus keretein belüli pontok, megadott pontokat kellett megkeresni helyes sorrendbe, időre, illetve gyakoroltuk a lézeres lövészetet, a futást, és volt előoktatás is, a szerződéses katonák jöttek, és tartottak nekünk előoktatást, és azok alapján kellett megoldanunk a feladatokat. Hozzátette, a futás volt az egyik legnehezebb része a versenynek, mert az összpontosítást és higgadtságot igénylő feladatrészek előtt rendszeresen felvitték a játékosok pulzusát a szervezők. Maga, ami nehéz volt benne, az a futás, mert az nagyon megerőltető volt, és igazából maga az ember abban fáradt el, hogy rengeteget kellett futni, illetve hogy nagyon kellett koncentrálni a feladatokra, hogy ne essen le az ember egy adott akadályról, vagy például a lövészetnél, hogy megnyugodjon és eltalálja a célt. Valamint mesélt az egyik legérdekesebb pályáról, amiben evezés, célbalövés és gránáthajítás is szerepelt. Föl kellett vegyük a mentőmellényeket, és rajtra indítottak minket, és beültünk ugye a csónakba, kellett evezni, hát megközelítőleg egy olyan 80 méter evezés, utána partra kellett szállni, kiugrani a csónakból, egy 150 méteres futás következett, odaértünk a gránátos helyszínre. Ott volt egy megadott zóna, ahol a csapatnak várakoznia kellett, amíg az első ember odaszalad, fölveszi a paintball puskát, a kézigránátot. Két darab lövést kellett leadni egy megadott célra, 25, 20, 15, 10 és 5 méterről, és hát célszerű volt közel menni, mert a paintball puskák nem voltak olyan pontosak, így közel kellett menni, és onnan leadni a pontos lövést, és úgy bedobni a gránátot, utána a sprint vissza, váltás, és ezt mind a négy ember megcsinálta, utána volt egy cél, oda kellett még futni egy olyan 100 métert durván, és ugye időre ment mindez. A Tolna megyei szakképzési centrum, a Diendre Technikum és Kollégium kadétképzési programja kimagasló az országban. Az iskola vezetésének köszönhetően több kiemelkedő eredményre lehet számítani a jövőben is. A klímastratégiában lefektetettek szerint a klímaplatform nem csupán a stratégia társadalmasításában és felülvizsgálatában vesz részt, hanem a megvalósítás aktív szereplője is. Ebben a minőségben szemléletformálási és információ átadási feladatokat lát el. A workshop keretein belül sor került a zöld és digitális átállás menetrendek munkaanyagának megvitatására, véleményezésére, további kapcsolódó javaslatok megfogalmazására. Szekszárd elkötelezett az éghajlatváltozás okozta problémák mérséklésében, és felismeri, hogy megfelelő helyi intézkedések nélkül a globális felmelegedés következményei a város élhetőségét is befolyásolják. Döbrente Katalin, fenntarthatósági szakértő elmondta, a klímastratégia megvalósulása hosszú távú folyamat, melyben a szereplők szoros együttműködésére van szükség. A mai alkalom a klímaplatformnak a második ülése. Szekszárd önkormányzata a tavalyi év végén elfogadta a klímastratégiát, és ahhoz, hogy ez a klímastratégia megvalósulhasson, ahhoz most január és június között nagyon sok szemléletformáló és partnerségi egyeztetést folytatunk. Körülbelül egy hónappal ezelőtt egy civil és egy vállalkozói workshop volt, aminek a folytatásaként majd hétfőn egy intézményi, oktatási intézményeknek szóló workshoppal folytatjuk, illetve még januárban volt az önkormányzati és a lakossági érdeklődők számára is egy szemléletformáló workshop, és az, ami az eddigi négy workshopból szintetizálható, és majd még ebbe természetesen becsatornázzuk a hétfői intézményi workshopot is,
azoknak az eredményéről lesz részben ma szó. A klímaplatformnak a vezetője Zaják Rita képviselőasszony lesz, aki az önkormányzaton belül összefogja hosszú távon ennek a munkacsoportnak, platformnak a munkáját. Egyrészt a klímastratégiában megfogalmazott intézkedéseket, azokat meg is kell valósítani, projektesíteni kell, finanszírozást kell hozzárendelni, a megfelelő érintetteknek az együttműködését kell biztosítani, és a karbonkibocsátás csökkentése az csak az összes szektornak, lakossági, önkormányzati, vállalkozói közszférának az együttműködésével valósítható meg. Úgyhogy ez a klímaplatform tulajdonképpen ennek a munkának az összefogását és a menedzselését fogja biztosítani az önkormányzaton belül. Majd hozzátette, a zöld és digitális átálláshoz kapcsolódó elképzelések és témák megvitatására is sor kerül az aktuális ülés alkalmával. A mai alkalomnak van egy másik vonulata is, hiszen ezzel párhuzamosan készül Szekszárd városának a fenntartható városfejlesztési stratégiája, ami pedig a következő 7 éves, illetve hát már futó 21-27-es Európai Uniós programozási ciklusnak a területfejlesztési forrásait felhasználásához szükséges stratégiai dokumentum, és ennek a tervezése jelenleg zajlik, várható a május végén kerül majd véglegesítésre és elfogadásra, de az időközi munkaanyag már ebben is elkészült, és ennek a megvitatására, a részbeni megvitatására, a zöld és digitális átálláshoz kapcsolódó témáknak a megvitatására is sor kerül a mai platform keretében. A fenntartható városfejlesztési stratégiának a módszertana, a szemléletmódja az alkalmazkodik ahhoz a nemzetközi és hazai keretrendszerhez, amelyben az úgynevezett zöld átállást, ami elsősorban egy energetikai átállást jelent, de mellette mind a körforgásos gazdaság, mind a természetalapú megoldások, mind a közlekedési, mobilitásbeli változások, energiahatékonysági megoldásoknak a bevezetése a napi rendben, illetve ugyanez a digitális átálláshoz kapcsolódóan az önkormányzati, a közszférának az adatgyűjtés, adatrendszerezés, adatplatformok működésének a biztosítása és ehhez kapcsolódó szolgáltatásoknak a kialakítása egy hosszú távú folyamat, amelynek a megalapozása történik most a fenntartható városfejlesztési stratégia keretében, és konkrétan a zöld átállás menetrendben, illetve a digitális átállás menetrendben. A klímaplatform üléseire nagyjából negyed évente kerül sor, ahol a lakosság bevonásával lehetőség nyílik új módszerek, ötletek és lehetőségek használatára. A folyamatos szemléletformálás és együttműködés az nagyon fontos, ezért a workshopok között a lakosságot is megszólítottuk, illetve a klímaplatform is keresi azokat a lehetőségeket, hogy a lakossági bevonás egyrészt a civil szervezeteken keresztül, de közvetlenül az önkormányzat oldaláról is megtörténjen. Többek között a mai alkalommal erről is szó lesz, hogy ehhez milyen javaslatok, ötletek vannak. A klímaplatform ülése az rendszeres lesz, negyed évente legalább sor kerül erre a találkozóra, de vagy nyilván a projektfejlesztéseknek a folyamata fogja ezt meghatározni, és ki fogjuk dolgozni azokat a módszereket, lehetőségeket is, hogy a különböző szektorok milyen módon kapnak egyrészt információt az önkormányzattól, másrészt meg az ötleteiket, javaslataikat, elképzeléseiket, hogyan tudják becsatornázni ennek az egész zöld átállásnak a menetébe. Én azt gondolom, hogy nagyon sok kezdeményezés volt. Információim szerint most a napokban a Föld napja alkalmából is volt egy kezdeményezés. A faültetéseket is tudjuk említeni, de a Mentálhigiénés Egyesületnek a különböző előadásait, programjait, illetve a Megyei Agrárkamarának a mentorálási, képzési, tájékoztatási programjait, az Ökotárs Alapítványnak a programjait. Én azt gondolom, hogy itt Szekszárdon is nagyon sok olyan szereplő van, aki ebben már aktívan részt vesz, és javaslatokat, projektelképzeléseket fogalmazott meg az önkormányzat felé,
és az önkormányzat részéről teljes nyitottság van erre, de ez egy hosszú távú iteratív folyamat, amiben folyamatosan ezeket közösen át kell gondolni, hogy hogyan megvalósítható. A Szekszárdon élő lakosok bármelyik workshop alkalmával jelezhetik azon ötleteiket, amik használatával a város hozzá tudna járulni a klímastratégia megvalósításához. Az erdészeti szakemberek az elkövetkező időszakban kiemelten kérik a kirándulókat, hogyha aljnövényzetben rejtőzködő űzgidát, szarvasborjút találnak, ne háborgassák, és legfőképpen ne simogassák meg azokat. Fontos tudni, ha a kicsinyeket egyedül látjuk a fűben megbújva, az nem jelenti, hogy elárultak vagy betegek. Ha megérintjük őket, a szarvastehenet el fogja riasztani az ember szaga, és nem gondozza majd tovább a kicsinyét. Ne nyúljunk a szarvasfélék kicsinyeihez. Ezzel a felhívással fordulnak az erdészeti szakemberek a lakossághoz a tavaszi kiránduló idő beköszöntével. Ugyanis ezekben a hetekben születnek a hazai erdőkben az őzgidák, illetve gímszarvas és dámborjak. Ebben az időszakban akár a turista útvonalak mentén az aljnövényzetben, bokrok aljában is elrejthetik a szarvasfélék a kicsinyeiket, így ha egyedül látjuk a fűben megbújva őket, az nem azt jelenti, hogy elárvultak vagy betegek, csak az anyjukat várják vissza. Az ő védelmükre hívják fel a figyelmet az erdészeti szakemberek. A kisgidák ilyenkor május elején, júniusban születnek meg, ez a két hónap alapvetőleg a jellemző. Amikor megszületnek, akkor körülbelül 1 kg a súlyuk, és az első hónapban az anyjukat nem követik. Ez egyszerűen csak azért van, mert nem is tudnának tartani vele a tempót, illetve így sokkal biztonságosabban el tudja helyezni az édesanyja a gidákat. Ilyenkor keres neki valamilyen kis rejtek helyet, a gida ilyenkor kicsi termetű, pöttyös, nagyon jól beleolvad a környezetébe, és valamilyen kis rejtett helyre lefekteti a gidáján. Jellemző különben az őzre az is, hogy nem csak egy, hanem kettő gidát is elég, tehát hogy nem csak egyet találhatunk, akár kettőt is. Ilyenkor mi arra lehetünk figyelmesek, hogy a nagy szempárakat látunk magunkra nézni, és hát olyan védtelennek tűnik az állat. Neki az egyetlen egy védekezési ösztöne, hogy rejtőzködik, tehát semmikor sem merül fel benne az, hogy mondjuk fölálljon és elfusson, hanem az alapvető élet ösztöne az, hogy rejtőzködjön, tehát biztos nem fog előlünk elfutni. Az alapvető emberi magatartás ilyenkor, hogy oda megyünk a kis állathoz és megsimogatjuk. Az erdészeti szakemberettől óva int, hiszen visszafordíthatatlan következményekkel jár, ha megszeretgetjük a kis állatot. Miután megérintjük, akkor az emberi szag rajta marad az őzgidán, és hogyha ott hagyjuk magát a gidát, akkor a visszatérő édesanyja már nem fogja tovább szoptatni, egyszerűen érzi rajta az idegen emberi szagot. Tehát mindenkit kérek arra, hogy amikor ilyet találunk, egy kis gidákat, akkor még véletlenül sem menjünk oda, hagyjuk békén, ő nagyon jó helyen van, nagyon jól érzi magát, és majd csak az édesanyját várja. Ugye azt is kell nagyon tudni róla, hogyha miután megsimogatjuk és ott hagyjuk, akkor nagy valószínűséggel az édesanyja magára fogja hagyni, és éhen fog pusztulni. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy akkor felnevelik. Ezt se ajánlom, mivel a neveléshez a gida az időszakának az első 1-2 hónapban gyakorlatilag napi 4-5 alkalommal szopik, és ilyenkor az anyatej ez a speciális összetételből van, tehát hogy mondjam, a sima tej, amit tudunk ilyenkor vásárolni, ez nem lesz jó neki, illetve maga a stressz is, amikor ilyenkor éri, hogyha valaki felveszi, beteszi kocsiba, fuvaroztatja, akkor már abból is elpusztul. Tehát nagyon sokszor már abba, hogyha valakik magához veszi, akkor az 1-2 napban elpusztul, arról nem beszélve, hogyha most még sikerülne is felnevelni, akkor utána mit kezdünk vele? Tehát ugye a bakok miután ivaréretté válnak, akkor veszélyessé is válhat gyakorlatilag, és utána gyakorlatilag 10-12 évig eléle győzik-e, úgyhogy ez a húsvéti nyúlnak az esete, hogy húsvétra se vásároljunk élő nyulat, ha csak nem tényleg azzal a célra, hogy fel is tudjuk nevelni. Ugyanebben az időszakban születnek a gemenci erdők területére leginkább jellemző gímszarvas tehenek borja is, amik nagyon hasonlóak az őzgidákhoz, azzal a különbsége, hogy a borjak nagyobb testsúlya születnek. Amíg az őzgida 1-2 kg-ot nyom, addig a borjú az körülbelül ilyen 9 és 10 kg között mozog, de amúgy külső szemlélőnek nagyon hasonló lehet, és náluk is különben hasonló
az élet ciklus ebben az időszakban. A telnek is szintén lerakják a borjakat ilyenkor. Nagyon sokszor lehet olyat is látni, hogy kvázi mint egy óvoda, tehát hogy egy magasabb füves részre bemegyünk, és akkor ott egyszerre több borjú van egymás mellett. Nekik is ugyanez, rájuk is ugyanez a szabály vonatkozik. Ők is még ebben az időszakban a rejtőzködésbe bíznak. Egy biztos nem fog felállni és nem fog elrohanni, úgyhogy rájuk is ugyanez jel, hogy náluk is ugyanezt kérnénk, hogy ne simogassuk meg őket. Barabás Tamás azt is hozzátette, hogy a kutyatulajdonosok esetében is különösen fontos a felelős hozzáállás, a kutyafutatás szabályainak maradéktalan betartása, illetve a pórász használata. Ugyanis a szabadon kószáló ebb, még ha nem is bántja, csak körüljárja az állatot, netán épp hogy csak hozzáér, ugyanúgy megpecsételi a sorsát. Szintén jó tudni azt is, hogyha valaki megmenti a gidát, borjút és elviszi, jogilag lopást követel, mert az élő vad az állam tulajdona. Az őzgida vadgazdálkodási értéke a vadgazdálkodási törvény végrehajtási rendelete szerint 50 ezer forint, a gím és dámborjújé 100 ezer forint. Felsmondó versenyt szervezett a Szent Ágota a gyermekvédelmi szolgáltató, több mint 30 fiatal jelentkezett a megmérettetésre. A szervezet területi igazgatója elmondta, senki sem maradt ajándék nélkül. Hely, mi a kő? Túlkanyó. Kent a szobában lakik itt bent. Lám csak jó az Isten, jót át, hogy fölvitte a kent dolgát. Így szaladgál föl, s alá. Még a ládára is fölszáll. Nevelőszülőknél élő gyermekeknek és fiataloknak szervezett szavaló versenyt a Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltató. A szervezet számára fontos a gondoskodásukban nevelkedők tehetségének felfedezése, támogatása. Az eseményre többek között Nemes Rita, a Tolna megyei Így és Gyula könyvtár gyermekkönyvtárának osztályvezetője is meghívást kapott, mint a zsűri tagja. Nagyon-nagyon fontos, mi a könyvtárban is nagyon fontos szerepet szánunk az olvasóvá nevelésnek, és azt gondolom, hogy egy ilyen rendezvény is ezt nagyon nagyban segíti elő, úgyhogy ezért is örömmel vállaltam ezt a felkérést. Nagyon fontos szempont szerintem, hogy mindenki a korosztályának megfelelő verssel készüljön, ez az egyik. A másik, nagyon-nagyon örülnék, hogyha olyan irodalmi művek is előkerülnének, amelyek nem túl gyakran hangzanak el egy ilyen versmondó versenyen. Tehát az irodalomválasztás nagyon fontos, és természetesen az előadásmód, az, hogy hogyan tudnak hatni a közönségre a gyerekek, és át tudják-e adni azt, amit szeretnének. Rájöttem már, mire jó ez a ló, mire való. Barátkozni, simogatni, együtt lenni, csuda jó. Ha fölülök a hátára, messze vihet ez a ló. Utitásnak, jó barátnak, pompás kis útra való. Leila Aranyosi Ervin Mire jó ez a ló című versével készült. Ez a vers még az emberről, meg a lónak a barátságáról szól. Mert szeretem a lovakat, 9 darab van nekünk. Este jó, este jó, este mégis jó. Apa most itt olyan főz, együtt lenni jó. Még a fűz, a fazék, még a kárfütyül, bogárkarik a forog, a lámpa körül. Ugye a Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltató 6500 gyermekéből 350 nevelkedik Tolna megyei nevelőszülői hálózatunkba, és nagy örömünkre minden tizedik gyermek fiatal vállalta a megmérettetést a mai nap alkalmából. Nagyon, nagyon jó dolog számunkra, és azért is fontos, mert amellett, hogy mi a munkánk során a teljes körellátás gondoskodás mellett igyekszünk az egyénre szabott fejlesztési szükségleteket kielégíteni és a lehetőséget biztosítani. Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, a tehetségek ápolására, és ilyen alkalom ez is, ami ma zajlik. És amellett, hogy minden gyermek fog kapni oklevelet, csokit, apróságot, amellett még egyéb hozadéka is van egy ilyen alkalomnak és a mai napnak is. Egyrészt a hallgatóság kellemes élményben részesülhet, kis szeletét a kultúrának megkaphatja a gyermekek által. A nevelőszülők, a tanácsadók büszkén örülhetnek annak, amikor gyermekeink verset szavalnak, mesét mondanak. És azok a versenyzők, akik megmérettetik magukat, emellett még egy olyan óriási dolgot kapnak, hogy képesek voltak, amit elterveztek, kiállni és megtenni azt, amit szerettek volna. És ezt az érzést szeretnénk bennük tovább is vinni. És még egy fontos dolog van ilyen rendben,
rendezvényeknek, vagy hasonló rendezvényeknek is értéke, az az oda vezető útnak a haszna. Hiszen ilyenkor, amikor kiválasztották a művet, amit megtanulnak, akkor szorgalmat és kitartást igényel. A segítség a nevelőszülő részéről egy nagyon hasznos és fontos időtöltés, a kapcsolat és együttműködés. Reményében a gyermek számára pedig egy nagyon fontos élmény, hogy képes volt rá. És mi azt sugalljuk minden gyermekünknek, fiatalunknak, hogyha képes volt egy verseknek tanulni, akkor képes lesz. És ha eldönti, akkor képes lesz szakmát szerezni, diplomát, érettségit szerezni, és a végezetül egy önálló életet is élni. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!